54 medve kilövésére kaptak engedélyt a háromszéki vadásztársaságok az idén elfogadott jogszabály révén. Ezeket már ki is adta a Kovászna megyei környezetvédelmi ügynökség. Kevés ez a szám, vallják a megyében. Már előre látni, hogy a megszabott arányok nem lesznek elegendőek a populáció kordában tartásához. Két éve még medve tartotta rettegésben a Kovászna megyei Árkos lakóit. Jó pár példány visszatérő vendég volt a falu központjában is a kastélykertben. Az emberek félve léptek ki az utcára, ezen felül a vadállatok jelentős károkat okoztak a gazdaságokban is. Jelenleg csend honol Árkos utcáin, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy csökkent volna a medve populáció. Inkább, hogy vadgazdálkodás révén igyekeznek az élőhelyén tartani az állatot. Most még egyelőre a termények nincsenek betakarítva teljes mennyiségben, ugye még találnak táplálékot mezőn, erdőn. Erdőn azért, mert elég jó magtermés volt az idén, ha még le is hult a szárazság miatt idejekorán. És akkor ez egy picit még a települést lakott területektől távol tartja az egyedeket. De egyébként szaporulat létszám tekintetében sajnos nem csökkent. De nem csak a Sepsiszentgyörgyhöz közeli településen, hanem egész háromszéken csökkent a medvék által jegyzett károk száma. A megyei környezetvédelmi ügynökség jelentése szerint míg tavaly 366 esetről érkezett bejelentés és kártérítési igénylés, idén eddig 150 esetről tudnak. A nagyvadak a legtöbb esetben juhokra és házi szárnyasokra támadtak, de az elpusztított szarvasmarhák száma is magas. Az idén elfogadott kilövési kvóta alapján Kovászna megyében a becsült 2000 példány közül mindössze 54 medvét lőhetnek ki a vadásztársaságok. Ezt igen csekének tartja a környezetvédelmi ügynökség, mivel a szakemberek szerint 600 nagyvadnak lenne normális körülmények között elegendő élettere a megyében. Az engedélyeket az idei évre már ki is adták, volt olyan vadásztársaság azonban, amely már nem is igényelhette.